Tényleg, a radiátor az új boiler. Érted, mennek a fiatalok, radiátor eladó. Lángszóró. Lángszóróval is meg lehet oldani, igen. Azt látjátok a Venomot a sarokba? Na most nagyon kíváncsi leszek, hogy hányan fogjátok írni, hogy így tudtok azonosulni ezzel, tehát hogy diákkorotokban ilyen mocsokba éltetek, és így ennyire leszartatok mindent. Én így mindent takarítok. Tehát, hogy hetente vannak nálam letakarítva még a gamer eszközök is. Az egér is, a billentyűzet is, minden. Soha nem felejtem el, szerintem Nessájnak volt az egyik kérdése, akkor először volt itt a stúdióban, és megkérdezte, hogy neked kajak mindig ilyen tiszta az egered és a billentyűzeted? Hát mondom, tudtam, hogy jöttek, úgyhogy kitakarítottam azért. Hát, hogy arra mindenféleképpen szoktam figyelni, hogy az, nem tudom. Mindig takarítgatom. Főleg, amikor chipses kézzel fogom az egeret, és utána meg tiszta genyó. Van még valahol egy. Már nincs. Így van, vendégek előtt mindig takarít az ember, nyilván. De én amúgy is szoktam, tehát így hetente... Úristen. Én hetente azért így át szoktam menni a szobán. Na jó. Hát akkor kezdhetjük a takarítást. Előszoba állapota ideális. Menjünk balra. Na itt van az Edward Cullen-es kép. Úristen! Hát ezek nem kiköltöztek, szerintem meghaltak. Tehát itt garantált az alkoholmérgezés. Jézusom! És a radiátor! Gyere! Jó. De mi ez a radiátor? A radiátor kommandó, érted? Ez csak a bemelegítés? Úristen. Hát az ágyon nem szeretném tudni, hogy mik voltak azok a genitáliák. Fúj. Jó, mondjuk egy ilyen sátánista szobom az, ami feketére van lefestve. A pia is fűt, nem kell a radiátor. De igen, ez mondjuk teljes mértékben igaz. Oké, szemét kidobása. Még valahol van szemét. Nem mondod, hogy még... Még azt is ki kellett dobni? Viktor nem szereti a vámpírokat. Spricceltem az mindenhova, igen. Jó, az ott nem kosz. Itt mondjuk minden... Visszanőtt... Merre. Visszanőtt, bazd meg ide a gaz. Oké. Azt ott még nem vettem észre. Oké.
Radiátor felszerelés és fehérre festés. Na, ez már jobban. Opa. Kellett nekik a pénz piára. Hát azt elhiszem. Oké, akkor először szereljük fel a radiátort. Szegény öreg úr, tényleg ezek idejön egy rakat diák, és nézd, leamortizálják a lakást. Na, az már meg az ablak tisztítása. Második ablak. Szuper. Möhet a festés. Szerintem ezt egy médiummal ki tudom festeni, mert most már van annyi perkem, hogy talán elég lesz. Mondjuk figyelj, egy tisztasági festést csinálunk igazából. Mert már valami 40%-kal kevesebb festéket használunk. Mi volt ez? Bakos Márk, nagyon szépen köszönöm a YouTube-os feliratkozást. Amúgy tényleg nagyon szépen köszi, srácok, az összes YouTube-os feliratkozást, meg követést, nem tudom, ott úgy, érted? Ott feliratkozásnak hívjuk, de igazából bárminek örülünk. Ha csak bekapcsoljátok a notification-t, szépen úgy is mennek ki mindig a vodok. Előbb-utóbb szerintem mi is rá fogunk majd térni arra, hogy Twitch-en nem lesznek visszanézhetőek, hanem csak YouTube-on. És akkor majd ott tudjátok megnézni. Miért engedte? Érdekes. Nem, de erre már nem enged festeni. Jó, az ott úgy fura volt nekem, hogy azt ott engedte. Mindig kikapcsolod a notification? Jó, nem mindenki szereti egyébként bekapcsolva hagyni. De már néztem, hogy egyébként egy jó pár ezren vagytok feliratkozva a main csatornára is, meg a VOD csatornára, bár mondjuk inkább a VOD csatornát nevezném main csatornának, de mindegy. Tehát, hogy mindkét YouTube-os csatira. Én kikenem azt ott. Ne, tessék, Viktor, annyi szarság történt veled, én nem spórolok, nézek, én kifestek neked mindenhol. Mondjuk azért belegondolok, hogy ennyi melóért Viktor összesen csak 200 ezret fog fizetni. Na mindegy. Aki egyébként például ACM sokkal jobban szereti ott. Beszélgettünk már erről, hogy ki hol szereti visszanézni inkább a vodokat, és egyébként túlnyomó részt inkább azt mondták, hogy vodot jobban szeretnek YouTube-on visszanézni. Nyilván az élőadás az más, de bele tudtak-e? Hát figyelj, igen, meg én azt vettem észre például, hogyha most így mondjuk mobil netbe gondolkozol, akkor visszanézni egy vodot Twitch-en például sokkal-sokkal több adatforgalmat. Jaj! Ó, bazd meg! Jó van, az nem látszik. Sokkal több adatforgalmat viszel, mint hogyha tehát a Twitch-es, mint hogyha YouTube-on nézed vissza. YouTube-on nem látszik a chat, mint hogyha semmire reagálnék. Ha látszik a chat is olyan! Azon nem változtat szerint. A chat YouTube-on nagyon hiányzik, aha. Na jó,
Jó, de figyelj, tehát hogyha a chat élményért vagy ott, akkor arra ott az élő adás. Nem? Vagy ezt én gondolom rosszul? Ezt jól látom, hogy nem lehet egyébként jól beforgatni? Ha? Kellett egy shiftet nyomni, és akkor... ha? Jó. Jó, hát ez ilyen minimalista kis szoba. Jó, nem tudom, hogy lesz-e még feladatom, mármint festős. Azzal a szobával elméletileg végeztünk. Ablaktisztítás, felszerelés, szemét kidobása. Jó. Úr, Jézusom! De hogy... Hát ez bazzeg! Megoldható lenne a chat is picibe, csak ahhoz külön kellene fölvenni az adást, az azért más. Jézus atya úristen, én itt nem tudom, kik laktak, de gusztustalanok. De nézd meg! Hát, nem feltétlen gyerekágy, mert azért láttam már felnőtt megoldásba is ilyet. Ennek amúgy kicsit olyan beütése van, mint hogyha ez ilyen nagyon, nagyon gyerekágy lenne, de szerintem nem. És baszdmeg, innen is elvitték a izét. Leszarok. Innen is elvitték a radiátort. Eszkugen, köszönöm szépen a második hónap Prime-ot. Köszi szépen, haver. Jó, szegény papa, vegyünk neki ide is egy radiátort. Eat bacon. Neked is köszi szépen a Prime-ot. Üdv, srácok. Üdv mindenkinek, aki most érkezett. És nagyon szépen köszönöm a támogatást. Jó, hálószoba Dan. Mehetünk tovább. Oda nem kellett a festék. Csótányok! Ha nem kedveled a csótányokat, akkor a játék beállításaiban van rá lehetőség, hogy a csótányokat üvegdarabokká változtasd. Miért is ez micsoda? Ez valami ilyen Harry Potteres dolog? Úristen. Expecto Chotanius, vagy nem tudom, valami izé mágiát ráküldök. De még a mosdót is elvitték. Arról nem volt szó, hogy a mosdókagylót is elvitték. Avidisi lovet. Szegény. De tényleg egyébként én már úgy sajnálom a papát. Nutikám, tündér, nagyon szépen köszönöm. A jó régi nuti streamek, mi srácok? Amikor mentek még a fortikázások együtt. Szóval Skugen, Beacon, Huntinuti, vagy Hunnuti. Nem is tudom, hogy kellene mondani. Nuti, nagyon szépen köszönöm a 28-at, és Dave Krézer, köszi szépen a Prime-ot neked is. Milyen sok új szub. Nagyon szépen köszönöm, srácok. Megvan a mosdó. Aha. Ezt a kilépő, tudod mit? A kilépőt, azt vigyük ide a WC-hez. Csak hogy kényelmes legyen, amikor ülsz a WC-n, csak úgy cirógatja a lábadat az a csodálatos szőnyeg.
Jó, és egy törölköző tartó radiátor. Jesus Christ, köszi a negyedik hónapot! Köszönöm szépen! Valami képességpontot kaptam, azt lehet, hogy el kéne osztanunk. Várjál, a fürdőszoba az kész. Képesség a takarításban. Távolabbról kidobható szemét. 25%-kal gyorsabb takarítás, néhány koszt látszik a minitérképen. Figyeljetek, a nagyobb hatótávot dobjuk ki az első körbe, és akkor majd utána csináljuk a többit. Jó, egyelőre úgy néz ki, hogy ez a szoba is kész. Ja, nőtt a fizetségünk. Oké, menjünk végig ezen az előszobán. Várjál. Hát azért a távolabbról kidobható szemetet azt most nem érzékeltem annyira. Tehát ugyanúgy közel kellett mennem. Ott elindult egy kis penész oldalt. Takarítás 90%. Mi koszos még itt? Mustáros Fú, bazd meg, a hideg kirázott. Hallod, az az instant fosás. Mustáros Nutella, nagyon szépen köszönöm a 100-as csírt. Atya úristen, hallod, a nevedet elolvastam, és azonnal elkezdett morogni a gyomrom. Itt, hallod, a fürdőszobával is mit műveltek? Na, ezt tudom! Ez egy tökéletesen időzített puki volt. Hát igen, a mustáros Nutella, azt utána már rögtön jön a kandúr is. Egy hónap után fincsi pisi szaga lesz az izének, mi az? Szőnyegnek? Dizsoni, hogy karcoljon is egy kicsit. Busztustalan vagy. Ablaktisztítás jöhet. A szellőztetés az must have. Radiátor, és ja, hogy még a mosógépet is ellopták. Ez fasza. De amikor az albérletpénzt úgy fizeted ki, hogy fogod, és az albérletben leszereled az összes radiátort, meg a mosógépet, és elviszed. Jó lesz ide a kicsit kisebb is. Mondjuk mosógépet nem szereltem még össze. Cassiopeia! Srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, nagyon sok új szub érkezik most. Köszi szépen a támogatást mindenkinek, érezzétek jól magatokat. Ezt tényleg így kell összeszerelni? Ti szereltetek már össze mosógépet? Azt most miért csináltam? Ezt most nem értem. Ezt leszedtem azért, hogy visszarakjam. Azt miért szedtem akkor le? Már bocsánat, én nem szereltem még össze mosógépet, tehát ezt egy fingom nincs, hogy azt... A dobrögzítőt kellett kicsavarozni. Oh. Oké. Okay. Jó, elméletileg fürdőszoba kész. Oké, okay, az előszobában még van valahol 10% mocsok, amit így nem látok. De hol? Én most végigmegyek a falakon. Szóljatok, hogyha ti látjátok, hogy hol van az előszobának a 10% kosza. Hopp, valahol megtaláltam.
Mert már 97. Nem az üvegajtó. Menj ki, akkor nem lesz. Kösz! Nem, szerintem az ajtókat, azokat nem lehet így takarítani. Valahol megbúvik még 3%. Eltűnt. Oké. Úristen. Ú, de jó hallani a háttérbe a csótányoknak a mozgását. Halljátok? Pont kellemes. Csak ott hallod, hogy ott a háttérben kicsit duruzsolnak. Na, mindjárt kitakarítjuk azt a részt is. Gondoltam, hagyjuk utoljára a csótányosat, mert az lesz itt nagy újdonság. Szerintem első körben nézzük meg, hogy mindent le tudunk-e takarítani. Ugye ide nagyon mögé nem látok be, ha csak nem emeljük majd föl a szekrényt. Hopp, ott van még fönt. 77. Jó, a tisztítás az megvan. Szuper. Én ezt így raknám ide be. Ezek szerint nem így raknám be. Ez is szerintem itt nem jó, de mindegy. Hogyha a bácsi nem engedi, mert nem engedi, akkor nem úgy lesz ott az ágy. Azt hitted, hogy folyik a víz és megy a számla? Nem, a csótányoknak van annyi hangja. Nem a fejrész volt a falnál. A hiányzó kint, ezt arra írod? Oké. Hát az állapot az makulátlan, azt mondja. Yes. Na, az csak az árnyék, jó. Ez megvolt. Visszamegyek, mert elfelejtettem. Mindenhol mindenkivel egy kicsit kiszúrunk azzal, hogy fölkapcsolok minden lámpát. Tökéletesen jó úgy. Krisi, köszönöm szépen a 31. hónapot, és megy valami hype train is. You have collected... Ja, nem, bocsánat, most lett vége. Nagyon szépen köszönöm a hype train-t, srácok. Jó, itt az előszobában is van lámpa, gondolom. Persze, hogy van. Jó, szerintem festeni már nem kell, úgyhogy ezt akkor eladom. Szupi, az jön most. Nem. Üdőszoba, lámpa, nagyon jó. Még van egy szobánk, mielőtt a nagy csótányizmushoz bejutunk. Jézusom! De ennyi pia nincs is! De már mint, hogy de van, nyilván, de hogy így ezt így hogy éled túl?
Ja, minimál design amúgy. Ezt egy kicsit átrendezem. Azzal nincsen baj, nem, hogyha máshova rakom le a dolgokat, mint ahol, ahol kezdésnek voltak. Gondolom azért nem szól be a bácsi. Egy fokkal jobb. Bár nekem így se tetszik, de mindegy. Nem baj, majd meglátjátok a saját házunkat, majd sokkal durvábban fogjuk megcsinálni. Oké, plafonkósz. Még valahol van 2%. Tudja, hogy az ágy mögött lesz. Igen, ott volt. Nem tudtuk meg, hogy mi van az ágy alatt. De hogy szól be, csak -200 000. Volt olyan, ez melyik volt a garázsos, hogy ne nyúj hozzá a szerszámokhoz, és most nem tudom, hogy trollkodtatok-e. Ugye átraktam máshova a szerszámokat, nem sokkal messzebb, csak ugye OCD-sen kicsit elhelyeztem, hogy jól legyenek, de minden ugyanott maradt igazából, csak forgattam rajta. Aztán ott nem tudom, írtátok most, hogy mennyire trollkodás, szivatás, vagy tényleg így van, de hogy ott azt mondtátok, hogy levont. Levont a fizetségből. Az a 2 négyzetméter, az... Most ne szóljál már be. Az a mi házunk. Csótányok bántanak amúgy? Mi a fasz tudok csinálni a csótánnyal? Eladom! Nem. Porszívó! Ha nem vagyok egy nagy csótány, írtod a csótányt, azt így porszívózod. Porszívózod a csótány, nem már? Mikor biztos, hogy lehet, hogy vegyszerrel esnék neki. Oké, na most erre azért felhívnám a figyelmet, srácok, tehát mi ez itt hátul? Tehát ez nem normális, amit itt műveltek. Mi ez? Tehát itt belül tárolták a nagy szemetet? Hát azok azért azt csak kiviszed, nem? Mondjuk így ilyen negyed évente egyszer a szemetet. Ó, fejlámpát bekapcsolhatom, most vettem észre. Amúgy szerintem szegény Viktor idejött,
meglátta, hogy mit műveltek a házával. Amúgy lehet, hogy akkor már igazából ez valami... Már haláleset is fog társulni szerintem. Hát negyed évente, hát addig gyűjtögeted, érleled. Szelektíven persze. Hát erre ráfér egy szellőztetés, az biztos. Igen, tehát én például a csótányokat azért sem porszívóznám föl, hát utána, tehát hogy onnan egyrészt kirágják magukat, szerintem tök könnyen. Amúgy kurva jó ez a konyha, ez tetszik. Ha ilyen szépen megy a takarítás, nagy jövőt látok benned. A Vidisztról 2. What the fuck, nagyon szépen köszönöm. Amint abba hagyom a streamelést, akkor ezek szerint meg is van, hogy mivel kell majd foglalkoznom, ugye? Tehát takarító céget kell indítanom. Oké, az ott nem kosz. Plafonon nincs kosz. Great potential in you. Köszi szépen. Na, egy viszont tetszik. Casting kanapéjuk volt. Tehát az legalább volt. De jó pofa, hogy így a fejlámpát be lehet kapcsolni. Ez tök jó. Mondjuk, hogyha belegondoltok, a pecó az nagyon durva. Tehát rohadt királyház. Ez a szoba ezzel az egy... Mi az az egy darab piros fal, vagy két darab piros fal? Itt mi történt? És nézzek, az ugivók. Az a közelében nem vagyok a kosznak, de már eltakarítom. Tök jó. Most, hogy még hol... Aha, még itt volt. Jó, megvan a 100%. Mondjuk ezt a piros részt, ezt annyira nem élem. Mindegy. És ráadásul itt nincs is feladatom, hogy fessek ki. Figyeljetek már! Grátisba kifesthetek? Azt megcsinálhatom, hogy kifestem ugyanilyen pirosra az egész szobát, hogy normálisan nézzen ki. Grátisba, igen. Hát de ne legyen már, tehát hogy ez így mi? Én tökre megsajnáltam a kis Viktort. Fillérbaszó festés. Mi? Nem, normálisan kifestek. Ez a design. Hát szerintem abból kiindulva, hogy az emberek itt mennyit ittak, meg drogoztak, szerintem ez egy ilyen baleset eredménye. Van már ilyen dizájn a falfestés? Komolyan? Hagyjam így. De ebben én nem látom a koncepciót. Mondjuk nem is kell nekem látni, tehát nem az én dolgom. Ez az ő lakása, nem a tied? Oké. Meggyőztetek. Akkor nem basztatjuk. 100% készen van.
Na nézzük! Előtte-utána képek. Zsír. Fúj. Maga a lakás egyébként tök jó. Tök jók voltak a szobák, meg az elrendezés. Nekem ebben a játékban szerintem ez lesz a védjegyem. Ahol Avid takarít, ott minden ablak nyitva lesz, és minden lámpa fel lesz kapcsolva. Igen, a Pimp My House. Amúgy Velociraptor írja. Mit szólnál a vízszerelő grátisba kifesteni a konyhát? Tehát, hogy... Amúgy igazad van, tehát, hogy így... Ez furán néz ki. Tudjátok, hogy mi a helyzet? Én még lehet, hogy adnék ide is egy ilyen gigantó ablakot. De lehet, hogy nem kell már plusz ablak. Jó, mi újdonságot tanultam? Először is, most már... Kosz látszik, a legtöbb kosz látszik, minden kosz látszik, a minden... Nem, a gyors takarítás az menő. 100%-kal gyorsabb felszerelés. Jó, adom. És 50%-kal több pénzt kérek a munkáért. Zseniális. Nyitva hagyom az ablakot, és éjjel visszamegyek a radiátorokért. Van benne valami? Jó, tehát az ajtóim megvannak, ablakaim megvannak, ki van festve. Tehát adott esetben mondjuk megjelenhetne az első ágy, nem? Tehát, hogy így mondjuk valamim legyen. Bútorok. Hálószoba. Plusz egy kedves Bagoly bácsi, ágy. Repül az idő, de még milyen gyorsan. Crazy, köszönöm szépen a Tier 2-es 46. hónapot. Köszi szépen, bro. A föld már nem elég kényelmes? Azt figyeld, Alex raklap dupla ágy. Mi függő ágy? Ne már. Itt van az, amit múltkor használtunk. Nem, de hát ide valami egészen más kell most. Egy bunkerbe vagyunk. Oh, micsoda szekrényágy! Na, az mondjuk, mert... Várjál, bocsánat, hát ablak. Tehát ez így pont középre elfér. Bárcsak lenne kisebb. Egy személyes. Az meg nem szerető, az a recska ágy. Tehát, hogy semmi más nem lenne, ott csak egy személy. Az a baj, hogy ide raknék egyébként nagyon szívesen valami funkit, de szerintem az nem fog elférni. Itt most kicsibe kell gondolkodni. Kicsi, bunker és kompakt. Amúgy lehet, akkor én beadnám a szekrény ágyat. De várjál, azt össze is tudom csukni szerintetek? Jó, meglessük. Az ágynemű párnák és a szín. A neon sárga. Sárga ledet bele lehet rakni, vagy piros, gamer, zöld, kék. Várjál, a fal sárga, akkor legyen zöld a neon.
a párnák színe az legyen fekete. Az a baj, hogy itt ilyen nagyon világos színek vannak. A matrac, hát a matrac is szarul néz ki, hogyha ilyen színű, ez nem jó. Akkor a szürke, az eleje, az lehet fekete, a piros is szar. És a keret az lehet szürke. Na nézzük meg ezt így. Aha! Be lehet zá... Mi a fasz? Az miért lett barna? Amúgy ez nice, tehát ez tök jó, csak miért barna? Miért lett barna? Ja, mert hogy égett bükkfa alapvetően. Aha, tehát hogy azon nem tudok változtatni. Az úgy nem jó. Akkor lehet, hogy visszatérünk a gamer ágyhoz. Sárga neonnal. Az nem tetszett, az nem tetszett. Jó, kicsit szürkés, sötét szürke, fekete, matrac. Miért nincs sárga matrac? Akkor ilyen lesz. Ha így rakom le, akkor nem tudok mellé éjjeli szekrényt tenni. Ha beforgatom esetleg így, akkor tud mellé menni komód, meg még éjjeli szekrény is. Király! Jó, alakul, alakul. Jó lesz ez. Jó. Akkor dobjunk mellé valami éjjeli szekrényt. Bútor, dolgozószoba, előszoba, étkező, hálószoba, konyha, nappali. Hálószobába ágy, éjjeli szekrény. Vannak új éjjeli szekrények is. Ezt használtuk múltkor. De most ezt tetszik jobban. Fekete láb, szürke izé. Nem, ez nem tetszik. Bocsi! Ez jobb. Nem úgy volt, hogy bemutatja a DLC-ket? De azt csináljuk folyamatosan. Igen, emellé volt dekor, nem tükör, gondoló. Az lehet, hogy ahhoz kicsit kicsi a lakás. Gaming! Hú, bazd meg, a dolgozó szoba milyen lesz. Ú, te jó ég! Azt majd egy következő alkalommal fogjuk csinálni, nem a mostaninál, most... Ó, ez jó lesz. Kome! Na, menj a francba. Azt oda miért nem engeded? Ne már! Hát oda kellene leereszteni a... Franz, várj, a médiumot engedi? Ne, az csak sima falra engedi tenni. Nem, ezt itt kellett volna leereszteni és oda vetíteni az egészet. Fuck! Az nagyon-nagyon király lett volna. Jó, kamera az mindenféleképpen kell. Megfigyelő kamera.
az ágyra, ugorj már föl! Akkor ne. Úgy. Bekapcsol. Úgy. Nagyon jó. Az az ágyat nézi. Lehet, hogy az a baja, hogy ott az ajtó. Persze, azt én értem, csak... túlélés. Mi a fasz? Hát a... figyelj, meg kell védeni magunkat! Na, itt gyere be, bazd meg! Érted? Tehát jössz, jössz, mint azt itt agyon lőnek. Hát ez korra jó! A vakondok ellen a kertbe! Várjál. Na jó, hát ez mi? Jó, na várjatok, nem ezt kezdtem, nem is tudtam, hogy van ilyen bazzek, háziállat. Na jó, a háziállatoknál is sokkal több minden van. Macska, kutya. Jó, ez majd később. Izét keresek most, srácok. Fürdőszoba, háziállat, kiegészítő, nem kiegészítő, hol vagy? Sauna, szerszámok, tárol. Hol vannak a lámpák? Ja, a világításnál majd. Hát nekem XL-es kígyóm van. Ott is van. Sárga legyen, vagy kék? Nincs bagoly, én is azt néztem. Sárga neon legyen? Mondjuk lehet, hogy inkább az kellene. Hú, nagyon kígyó. Á, sárga kell. Zseni. Zseniális. Hát ezek mind újak. Ilyen nem volt a DLC előtt. Jó, és én keresek egy bizonyos lámpát. Minden jó. Úristen, micsoda kiegészítők vannak ebben. Te jó ég. Volt egy nagyon modern, ilyen kocka... nem ez... de valami hasonló lámpa volt neki. Várjál! Álló lámpa, felemben nem menjen, neonok, villanykor. Álló lámpa talán. Volt egy olyan, amit... ez. Zsír. Oké. Még akkor keressünk valami nagyon pici komódot. Bútorok. Nézhetjük így is, mert nem tudom, hogy melyik kategóriában lesz. Ez így viszont sok dolgozószoba. Köszönöm, hogy ez igen. Aha, tehát kell nekem valami ilyen kicsi polc, mint egy szekrény, bocsánat, nem is polc, ami elfér oda nekünk, és illik ehhez a modern stílushoz. Fémíróasztal? Alig várom, hogy a dolgozó részt majd csináljuk. Aha, ez nem nyert. Előszoba. Na, ez jó. Azt mondja, világos cipős szekrény, nekem annyira nem cipős szekrény kellene, amúgy lehet ilyen magasabb szekrény is. Gardrób tükörrel, az nem lenne rossz. Gardrób tükörrel, vagy valami ilyen pici. Ugye ezt néztük múltkor, de az most nagyon nagy helyet foglalna. Én megnézem, hogy ez milyen.
Várj, ez sötét színű, világosabb kellene. Matt fehér, fényes fehér, világos szürke. Nézzük meg ezt. Íj. Az a baj, hogy ez is túl széles. Egy picivel kellene csak több hely ott. Király. Tök jó. Tükör is van. Egyelőre szuper. Ha a szekrény menne a sarokba, legyen fordítva? Ha a szekrény megy a sarokba, akkor nincsen meg egy ilyen minimális szeparálási... mert most érted, hogyha befekszel ide, akkor ez a szekrény ez olyan, mint egy picit leválasztana abból a térből. Mit gondoltok erről? Az asztalon a gép a valós időt mutatja. Igen, igen, 12:19. Jó ez így, nem? Szerintem király. Figyeljetek, amúgy szerintem meg vagyunk így az előszobával. Ide mondjuk lehetne rakni, pont az előbb láttam, bútor előszoba. Világos keskeny puffot. Tökéletes. Arra még le is lehet ülni. Használ. Tessék, le tudok ülni és körbenézni. Zseni. Jó, és akkor még egy kiegészítő hiányzik innen. Hol voltak azok az akasztók? Előszoba. Úgy lehet, hogy ilyet kellett volna oda rakni. Ez érdekes, na mindegy. Jó, oda felakasztjuk a kabátot. És a kamera engem követ? Megbuzdult a kamera? Zihácél. Megbuzdult a kamera? Jó, egyelőre szerintem ennyi elég, majd világítás téren még egy kicsit dolgoznunk kell. Mehetünk tovább melózni. Nos, mit ér? Azt mondtam, hogy a következő az Jónás lesz. Bán Mihály. Ments meg ezektől a borzalmas színektől. Édesem! De nem, azt mondtam, hogy Jónás Elemér, ugye? Abban maradtunk, srácok, hogy Jónás Elemér jön most? Megyünk gardenezni. Ki hogy emlékszik? Mit mondtam, hogy megyünk kertészkedni, vagy valami mást? Bokros teendőink vannak? Az volt? Jó, akkor menjünk a bokorra. Jónás Elemér. El kellene tüntetni a bokrokat. Lenne egy kis problémám. Gyomirtóval próbáltam megszabadulni a kertben lévő gazoktól. Szerencsére csak egy helyen próbáltam ki, hamar észrevettem, hogy elég hatékony. Elpusztította a gyomot és a bokrokat is. Utólag igazán örülök, hogy nem locsoltam szét az egész kertben, csak a bejárat előtti részen. Minden növény elszáradt, és borzalmasan néz ki az egész. Kérlek, tüntesd el őket, és tegyél a helyükre friss füvet. Ó, és ha le tudnád nyírni a gyepet, az fantasztikus lenne. Fűnyírás izon.
Na. Szóval, kaptál egy fűkaszát. Gratulálok, feloldottál egy új eszközt. Mostantól lenyírhatod a füvet a fűkasza segítségével. Hell yeah! És ezzel a gyomot nem tudom, csak a füvet. Király. Szegélyeken végigmentünk. Még ott is levágom, ahol nem kell. Bár ilyen gyorsan menne ez a való életbe is. Oké, elméletileg a füvezést azt megcsináltuk. Hopp, ott még maradt egy kicsi. Azt, hogy hova tűnik a fű, azt nem tudjuk. Fű lenyírása 29%. Mi van? Na várjál, meg kell kerülnöm. Az igen. Haver, azért ehhez egy fűnyírót is adhattál volna. Mármint, hogy értem én, hogy... Na, bazd meg. Na, itt az előtte-utána kép, az bazi jól fog kinézni. Amúgy is egyébként ugye nem olyan régen jelent meg, azt hiszem a Lawn Moving Simulator valahol megint fölkerült. Azzal ugye múltkor játszottunk, hínél néztem, hogy ő kipróbálta. Ott szórakoztunk vele, de... Oh. No, ez a menő! Királyul néz ki. I am Jesus. Confirmed. Na, hát ez nagyon zsír. Leeresztjük a vizet. Feltöltjük tiszta vízzel. Tökéletes. Jó, mi van még? Ó, és ebben már bele tudok menni. Aha, nagyon jó. Tehát ez a koszos vízen tudok járni, a tiszta vízen nem. És azon gondolkodom, hogy itt semmit nem tudok ezekkel csinálni. Tehát itt nem tudok gyomírtani. Ott nem is volt más fel. Oké, azt mondja, gömb alakú tűlevelű bokor. De ezeket hogy szedem ki?